Így néz ki Kalocsa egyik óvodájának tornaterme. Az épület udvarán kifeszített szallag is jelzi, ez tiltott övezet a gyerekek számára. Az épület szárny életveszélyessé vált, de más megoldás nem lévén mégis ide kell járni a gyerekeknek. Most a Kunszt utcai óvodának a volt tornatermében vagyunk. Ez az állapot, ami itt látható, 2013-ban alakult ki. Ez azóta így áll, ez azóta ázik így be. Sajnálattal tudom mondani, hogy ez eddig nem volt fontos senkinek, hogy erre megoldás szülessen. Ez pedig a másik óvoda, amelyben jelenleg nincsenek gyerekek. Ki kellett költöztetni innen őket, mert a fűtés és elektromos rendszer elromlott és alkalmatlan a feladat ellátására az intézmény. A kialakult helyzetet mutatta meg Filvig Géza polgármester a város képviselőtestületének tagjainak, azért, hogy pontos képet kapjanak. Ez pedig Kalocsa új épülő óvodája, amely 75 kisgyerek elhelyezésére nyújt majd lehetőséget. A beruházás 538 millió forintos költségből épül. Csak hogy az is ismert már, hogy a tervezéskor alul méretezték az igényt, és egy másik 75 férőhelyes létesítményt is fel kell húzni az igények kielégítésére. 2017-ben az önkormányzat óvoda építési pályázatot indított el, és 150 fővel tervezte ezt. Majd utána visszamódosította 75 főre az új óvoda építését. 2019-ben év végén, akkor derült ki, és egy 400 millió forintos pályázati támogatást nyert el az önkormányzat a 75 fős óvoda építése. 2019 év végén derült ki, én szembesültem azzal, hogy ez 540 millió forintba kerül a megépítése, úgyhogy 140 millió forint plusz forrást kell találni, vagy visszaadja az önkormányzat a pályázatot. Nyilván a rögösebb utat választottuk, és sikerült megszerezni a 140 millió forintos plusz támogatást, hogy a 75 főt óvodát el tudjuk kezdeni építeni, és most jelenleg itt vagyunk. Viszont nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a két leromlott állapotú óvodából, a 150 főből melyik óvoda költözzön az új óvodába. És ezért hívtam el a képviselőket, mert nyilván itt a pandémiás helyzetben ugye nem tudunk testületüléseket tartani, de lássák a képviselők is saját szemükkel, hogy milyenek voltak az óvodák állapota, és ezért hívtam meg a sajtót is, hogy be tudják mutatni a lakosságnak, hogy az elmúlt években milyen állapotban van az óvoda, illetve hogy az új óvoda hogy áll a készültségi szintje. Ez az év végére el fog készülni, és 22. januárban ide már költözhetnek be a gyerekek. Ez a terület az a most épülő tőzszomszédságában, ahová az új 75 férőhelyes óvodát tervezik. Azon dolgozunk, azon munkálkodunk, hogy annak a forrását megtaláljuk. Az egy 5-600 millió forint, nagyon-nagyon nehéz azt előteremtenünk, úgyhogy így állunk most. Nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt években így leromlott ez a két óvodának az állapota, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk én magam is, úgyhogy, illetve maga ezt az épülő óvoda pályázatot is így kaptuk meg. Megértést nem várok azoktól a családoktól, akinek át kell élnie ezeket a nehézségeket, mondta Filvig Géza polgármester. A város kiemelten kezeli a problémát, és minden eszközzel azon lesz, hogy mielőbb megoldódjon a kalocsai óvodások elhelyezésének problémája, tette hozzá a város polgármestere.